kedves vendégeink! Az augusztus 20-ai ünnepség sorozathoz érkeztünk el, a magyarok örökségének lélekemelő ünnepi pillanataihoz, szerte az országban, Magyarországon és itt Sajóbábonyban, Sütött tájhazánkban is. Augusztus 20-a történelmi dátum, az egyik legrégebbi magyar ünnepnap. Azért, mert ez a nap Szent István király napja, a keresztény magyar államalapításnak ünnepe, amely Európa közösségeihez is elvezette országunkat, de a magyar állam ezen éves folytonosságának is emléknapja. Hivatalosan pedig úgy mondjuk, augusztus 20-a, Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe. Az utókor hálával tartozik Szent László királyunknak és Mária Teréziának, akik nagy történelmi tetteket hajtottak végre annak érdekében, hogy ez az ünnepi örökség megteremtődhessen. Az ők rendeletei által valósulhatott ugyanis meg, hogy első István szentté lett avatva, augusztus 20-a pedig nemzeti ünnepként is a naptárban rögzülhetett. A mai napon a nemzeti színű szallaggal díszített kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér ünnepi asztalunk ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepének is. A Szent Jobb pedig, mint az ország alapító első királyon csodásan épségben maradt jobb kezének ereklyéje, már az István király halálát követő években köztiszteletnek örvendett, azóta pedig a magyar nemzet egyik legjelentősebb és legjellegzetesebb szimbólumává vált. A bevezető gondolatok egyében tisztelettel köszöntöm mai ünnepségünkön a résztvevőket, a közreműködőket, egyúttal szeretném megköszönni a Vendrop zenekar szolgálatát. Felkérem dr. Szilva István urat, Sajóbábony város polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Az ünnepi beszéd elhangzását követően kérem, hogy Bányiné Varga Erzsébet református lelkészasszony áldja meg a kenyeret, illetve Lipcsák János római katolikus megbízott plébánosatyát és dr. Szarka János görög katolikus parokust, hogy szenteljék meg a kenyeret. A kenyér megszentelését, megáldását követően ünnepségünk zárásaként pedig kérem, fogadják szeretettel a Vándorok zenekar ünnepi hangversenyét. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent ünneplőket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a településünkre az ünnep alkalmából messzebbről érkezett vendégeket. A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy szelíd, hogy sohasem harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senki gyalázata ne éles. Idézet Szent István király intelmei Imre Herceghez című alkotásánkból. 1083. augusztus 20-a óta, amikor Székesfehérvárott, oltár emelték első királyunkat, Szent Istvánt, ez a nap az egész magyarságunk szent ünnepe. Különleges születésnapot ünneplünk idén, hiszen idén éppen 1040 esztendeje annak, hogy az egyik krónika szerint 975-ben megszületett Vajk, a későbbi István király. Kedves sajóbábonyak, kedves ünneplők! A múltunk az, ami meghatározza jelenünket és jövünket. Az ünnepek mindig arról szólnak, hogy valamire emlékezünk, ami része a történelmünknek, a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Jó alkalmak ezek a pillanatok arra, hogy testben és lélekben egyaránt megálljunk egy kicsit, és elgondolkozzunk a múlt egy szeletén. Hiszen onnan jön minden, ami ma vagyunk, amit ma élünk. Ez a múlt sokszor nehéz, fájdalmas és sötét, máskor viszont felemelő, utat mutató, boldog. Egy közös van ebben a kétféleségben, mindkettő a miénk, részei vagyunk. Ahogy egy fa ágai sem mondhatják azt, hogy semmi közünk a törzshöz, a gyökérhez, úgy egyetlen ember sem jelentheti ki őszintén, magam mögött hagytam a múltamat.
hiszen onnan jövök. Abból táplálkozom. Annak tanításai, tapasztalatai, nehézségei és örömei által határozom meg magamat és a világot. Divatos ma azt mondani, én a jelenbe élek, de még gyakrabban halljuk a felszólítást, élj a mának, ne törődj semmivel. Pedig ha jobban belegondolunk, ez lehetetlen. Egyéni sorsunkban nincs semmi, ami meghatározóbb lenne annál, amit eddig átéltünk, megtapasztaltuk, kaptunk, nemzetként, magyar nemzetként pedig fokozottan igaz ez ránk. Kedves egybegyűltek! Erőnk, értékeink, hitünk a múlt hagyatéka. Szent István király 1000 éve különleges értéket hozott létre, megalapította egy nép államát és annak otthonát. Szilárd erkölcsel és hittel teli földbe ültetett egy fát. És ez a fa a legnagyobb viharok, földrengések, támadások közepette is növekedett, erősödött és terebélyesedett. Egy fának mindig két fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a gyökerével szilárdan kapaszkodjon a földbe, és hogy a törzse elég rugalmas legyen ahhoz, hogy az állandóan változó körülményekhez alkalmazkodni tudjon, hogy ne törjed elégbe a vihar. Mi magyarok, bár számtalanszor próbáltak minket derékba törni, a gyökereinkkel erősen kapaszkodtunk. Ezért van ma jelenünk. A múltunk meggyötört és megerősített minket. Ezért lehet jövünk. Az ünnep azt jelenti, kinyitjuk a szívünket, és emlékeztetjük magunkat mindarra, ami értéket, jót és fontosat ad. Sajnos az ünnepek köré gyakran méltatlan körítés kapcsolódik, ami épp a lényegről tereli el a figyelmet. Rajtunk múlik, hagyjuk-e, hogy a sajnos általánosnak mondható augusztus 20-ai nemzeti méretű sörkert és tűzijáték parádé elvonja a figyelmünket arról, amit Szent István hagyatékának és örökségének hívunk. Végig kell gondolnunk, hogy a ricsaj, a sallang, a felszínesség ellenére képesek vagyunk-e megőrizni a múltból azt, amitől létezni tudunk a jelenben, és amitől erőnk lesz tovább menni a jövő felé. Szent István példaként álljon előttünk. Sokszor lázadozunk, mutogatunk, életünkben szűkebb és tágabb környezetünkben, és állítjuk be magunkat tehetetlen, kiszolgáltatott báboknak, akiket a sors kénye kedve szerint dobál ide-oda. Álljunk meg! Az ünnepek éppen erre jók. Megállni egy pillanatra és számot vetni. És jó emlékezni arra is, amit Szent István szándékában volt, amikor még élt, és megalapította hazánkat. Kiszeli István azt mondja, a világ történelemben páratlan eset, hogy egy nép, férfiak és nők lóháton, az agok és gyermekek szekéren, messze Ázsia felől, Európa felé felkerekedjenek, és az itt megtelepedett nemzetek között nem csak új hazát szerezzenek, hanem azt minden támadással szemben, immár 1100 esztendőn át meg is tartsák. Mi magyarok szeretünk panaszkodni. Sokan azt mondják, önszenvedtető nép vagyunk. Tény, hogy történelmünk során számtalanszor kerültünk méltatlan, megalázó helyzetbe, és ezek a sérülések rányomták bélyegüket világlátásunkra. De augusztus 20-án különösen fontos eszünkbe idéznünk. Mindennek ellenére itt vagyunk, ebben a kicsi országban, és sok-sok határon túli országban is, szétszóródva, de magyarként. Vajon nem bizonyítéke itt létünk? Létünk arra, hogy mindenkinél erősebbek vagyunk és lehetünk. Gondoljuk csak végig. Mik tűntek el a föld színéről 1000 év alatt? Nálunk sokkal hatalmasabb, végtelen birodalmak. Róma, Bizánc, az oszmánok. De mi itt vagyunk. És ez azt jelenti, hogy bármi is történt velünk a múltban, az megerősített bennünket. Gyökereink mélyebbre fúrták magukat a földben, törzsünk vastagabbá, keményebbé vált, lombkoronánkban az ágak még többen lettek. Kedves ünneplők! Szent István üzenete máig ható, érvényes üzenet. Ez pedig annak a bizonyítéka, hogy a múltunk értékes, még a súlyos áldozatokkal teli is. Hogy ahonnan jövünk, annak van alapja, földje, minősége és értéke. István királyunk intelmeiben arra buzdítja fiát, Imre herceget, hogy legyen erős. Ez a kérés így 1000 év távlatából talán mindannyiunkhoz is szólhat. Nem tudtunk mindig erősek lenni, fizikailag nem.
Sokszor voltunk gyengék, elesettek, kiszolgáltatottak. De az, hogy még most is itt vagyunk, az bizonyítja, hogy a lelkünkben megfogadtuk Szent István király kérését. Erősek voltunk, erősebbek bárkinél és bárminél. Erőszaknál, kicsinyességnél és megalázottságnál. Augusztus 20-a erről is szól. Az ezerényi múltból idehangzó üzenetből. Ez tart meg minket, ez vigyáz ránk, ez segít tovább, bármi jöjjön is. Küldetésünk van és hivatásunk, és erre az első keresztény magyar király tanított meg minket. Itt vagyunk Európa, vagy a világ közepén, és őrizzük a múltat, hogy élessünk a jelenben, és várassuk a jövőt. Erre emlékezünk, ezt ünnepeljük augusztus 20-án. Köszönöm, hogy meghallgattam. Krisztusnak. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, nagy tiszteletű lelkész asszony, fő tisztelendő parókus testvérem, Istennek kis és nagy gyermekei, akik itt vagytok, hogy együtt ünnepeljetek. Kicsit bajban vagyok. Azért vagyok bajban, mondhatnám úgy is, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, mert ilyenkor, amikor felkérnek bennünket, hogy megáldjuk az új kenyeret, azért szoktunk néhány gondolatot mondani, és azért sír az egyik szemem, mert polgármester úr a felét elmondta annak, amit én akartam. Akartam beszélni az alázatról, arról, hogy milyen gyökereket biztosított számunkra Szent István király, ezért sír az egyik szemem, mert én már nem mondhatom el, és azért örül, mert ilyen vezetője van ennek a közösségnek, hogy ezt a beszédet akár én, a lelkipásztor is elmondhattam volna egy templomban. Hálát adok érte. Ácsolj nagy hajót, ahogy azt ilyenkor kell. Lesz egy új kalandnak ott, az ég alatt egy hely. Csak azt őrizd meg, ami biztosan a tiéd. És a nagy bizonytalan akármit is lép, vagyunk és maradunk. Még. Ki sem merem mondani, hogy kitől idéztem, ez a mobilmániának az egyik legújabb száma, de amikor először hallottam, nem sokkal így augusztus 20-a előtt, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy mit is ünneplünk augusztus 20-án. Hát ünnepeljük a kiváló embert,
a szent életű uralkodót, a zseniális vezetőt, aki egy szebb jövőről álmodott, és ennek a jövőnek az alapjait lerakta. Ünnepeljük azt, hogy Isten adott nekünk mindennapi kenyeret idén is. Vannak, akik alkotmányt is ünnepelnek, nekik szoktam mondani, hogy amennyiben István király intelmeit tekintik annak, akkor jól teszik. Mert ez volt az első alkotmányunk. De összességében mit is ünneplünk augusztus 20-án? Azt, hogy vagyunk és maradunk még. Akárhogy is zúduljon ránk századoknak a vihara, mi vagyunk és maradunk még. Miért? Mert kősziklára építette Szent István ezt a hazát, ezt az országot, ezt a népet, ezt a nemzetet, és ebbe kapaszkodhat bele 15 millió magyar a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágon. Ezért kell hálásnak lennünk, ezért kell ünnepelnünk Szent Istvánt, hogy vagyunk. És ezért kell szeretnünk a hazánkat. Mikor? Mert azt tapasztalom, hogy valahogy a 21. század embere, és hát mondta polgármester úr is, hogy szeretünk panaszkodni. Általában akkor szeret, ha jól mennek a dolgok, ahogy mifelénk mondják, amikor fut a szekér. Ha kapok valamit a hazától, akkor szeretem a hazámat, ha nem jól mennek a dolgok, akkor panaszkodom. Elégedetlen vagyok és sopánkodok. Szülőföldem szülötte Dobó István, az Egri vár kapitánya. És elnézést, hogy őt is idehozom, de Szent Istvántól annyi idézetet hallottak már, és még fognak is hallani a mai nap során. Az Egri csillagok című rockoperának, musicalnek is van egy gyönyörű dala, amely körülveszi Dobó István esküjét. Legyen ez. Számomra ez volt idén augusztus 20-ának az üzenete, legyen ez számunkra a hazaszeretetről szóló üzenet. Ne csak akkor szeresd, amikor, mint jó anyád, lágy bölcsőben ringat, féltve óv dédelget, vizeiben fürdett, szép álommal altat, messze űzi tőled bánatot félelmed. Ne csak akkor szeresd, mikor téged ünnepel, bátorító szép mosolyát reád ragyogtatja, bársony köpönyegét alád teríti, bőségét, kincseit mind-mind eléd rakja. Akkor is szeresd, ha sorsod rosszra fordul, mikor befú hóval, mikor vesszővel vág, mikor könnyebb volna idegenbe menni, akkor kell szeretned legjobban a hazád. Amikor a hűség legfájóbban fájhat, amikor a szükség legjobban megaláz, akkor legyél férfi, akkor mutass példát, hogyan kell szeretni a szülőhazát. Hát erre is tanított minket Szent István, és az ő közben járását kérve, kérem most Isten áldását az új kenyérre. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és ami királtásunk jusson el itt. Könyörögjünk, mindenható atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget, és a gonosz lélek minden kísértését, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kegyelem nékünk is békesség a mi Úrunk Istenünktől, és az ő drága egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, és a Szentlélektől. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, polgármester úr, alpolgármester úr, képviselő urak, akik megjelentek, főtiszteleti urak,
és minden vendégünk, minden kedves testvérünk. Úgy készültünk, hogy augusztus 20-án belépünk ebbe a megújított templomunkba, felújított templomunkba. Tele volt a szívünk hálaadással, hónapról hónapra, napról napra, hogy miért is mondom el? Mert nagyon fontos számunkra, hogy azt az utat, amelyet eddig megtettünk, ne a magunk erejéből, hanem az Isten segítségével tegyünk meg. És olyan jó érzés az, hogy mégiscsak beléphetünk úgy a templomba, hogy augusztus 20-án hálát adunk a mindenható Istennek azért a kenyérért, amelyet ebben az esztendőben is megadott a számunkra. Ebben az esztendőben is Isten gondoskodott róla. Ott van a mi atyánkban, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Ki az közülünk, aki ne úgy gondolna a kenyérre, hogy az Istennek ajándéka? Ki az, aki ne úgy venné a kezébe, hogy ne lenne hálaadás a szívében? Hallottuk augusztus 20-ának az ünnepét István királyról. Én most a kenyérről szeretnék beszélni. Arról a kenyérről, amely üzenetképpen újra és újra mindig megszólít bennünket. Újra és újra az ember számára erőt ad. Gondoljunk bele, ha nem lenne kenyér az asztalunkon, mennyivel szegényebbek lennénk. Sokan azt mondják, azt mondjuk, csak kenyér legyen. Csak kenyeret tudjunk enni legalább, és akkor megadatik számunkra. Az isteni gondoskodás, az isteni szeretet. De mennyi imádság kell ahhoz, kedves testvéreim, hogy a kenyér a miénk lehessen. Mennyi könyörgésnek kell elhangzania azért, hogy ma is hálát tudjunk adni ezért a kenyérért. És nem csak a mai napnak a kenyérért, hanem az évnek minden napjáért. Mert nem csak egyetlen egy napon kell örülnünk, nem csak egyetlen napon kell megköszönni Istennek azt, hogy van kenyerünk, van életünk, hanem minden napon. Minden napon isteni szeretetet kell, hogy kapjunk, és ezt továbbadjuk. Mert a szeretet a kenyér által is szól hozzánk. Mert a szeretet össze kell, hogy kovácsoljon bennünket. Ugye? Szeretet nélkül hiába vagyunk együtt. Szeretet nélkül hiába nézünk egymás szemébe, nem látjuk meg a jövőt, és nem látjuk meg a jövőnek az útmutatását. Ma itt vagyunk, ma örvendezünk, ma hálát adunk. De nem tudjuk azt, hogy mi vár rejánk holnap. De a mindenható Istenünk látja azt az utat, amelyet eddig is elkészített a számunkra. Látja azt az utat, amely kell, hogy éltessen bennünket, erőt adjon, és hálákat tudjunk adni. Nekünk még nagyon sok munkánk van, feladatunk van az Isten segítségével ezen a világon. És nagyon jó ezt megköszönni, és hálát adni. A hála kell, hogy túl csorduljon a szívünkben. Ha hála kell, hogy építsen bennünket, és erőt adjon. Olyan jó most nézni az emberek, a kedves testvérek, a jelenlévők szemébe, és látni azt, hogy igen, most augusztus 20-án, a kenyér megáldásának ünnepén, együtt akartunk lenni. Együtt akarunk
az Isten által élni. Ne a magunk erejéből, a magunk bizonyosságából, hanem az Isten erejéből. És ezért most pár percre hajtsuk meg fejünket, és adjunk hálát Istennek. Drága Jézus Krisztusunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy megérhettük ezt a napot. Köszönjük neked a gondoskodó jelenlétedet. És köszönjük, hogy a kenyér itt van az asztalon. És könyörgünk azért, hogy minden embernek, minden családnak az asztalán hadd lehessen ott az évek napjaiban. Ó, Atyánk, Istenünk, eddig is te voltál az, aki gondoskodtál a tieidről, a kicsintől, a legidősebbig. És kérünk, hogy most is tedd meg ezt, hogy ne szűnjünk meg sohasem feléd közeledni, hogy sohasem érezzük azt, hogy távol vagy tőlünk, hanem mind inkább tudjuk elmondani, áldás az életünk, mert te vezetsz bennünket. Amen. Az Isten áldása, békessége, és legyen ezen a kenyéren, amely itt van az asztalunkon, amelyet adott a mennyei Atya, egy szem búza szemből, élelve, növelve, mindazt, és azt a jelenlétet, amelyben az Úr gondoskodik az övéiről. Én így kívánok mindenkinek ilyen áldott ünnepeket, ilyen szeretettel és együttlétet. Az Úr az, aki megőrzi és gondoskodik rólunk. Áldjon meg titeket az Úr, az ő mindenható kegyelméből és békességéből, most és mindörökké. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, ahogy elzsike, én is először a hálára gondolok, hálát adok azért, hogy jó termés reményében indulhatott el a daratás Péter Pálkor, és most augusztus 20-ára tele vannak a magtárak, hallottuk, hogy jó búza termésünk volt, tehát biztosítva van az ország kenyere, magyarok kenyere, hát idehaza igen. Olvasom, hogy a Magyar Gazdák Szövetsége úgy döntött, a felvidékiek is, délvidékiek és a többiek is, hogy nem tartanak igényt erre a karitatív magyarok kenyeréből rájuk eső részre, hanem mindannyian felajánlják Kárpátaljának, Ukrajnának, mert ott van ma a legnagyobb szükség erre. Így van. Testvérháború folyik, nem magyar és ukrán között, hanem két testvérnép között, de szenvedői a magyarok is. Hál' Istennek, hogy van kenyér, és meg tudjuk velük osztani. Mert van földi élet, és a földi életet táplálni kell. De nem csak földi élet van, van örök élet is, és annak is van kenyere. Az eukarisztia, a szentmise kenyere, bora. Krisztus úgy gondolta, hogy a kenyér és bor színe alatt lesz jelen közöttünk. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy jó lenne, hogyha erre is igényünk lenne. Mert gondolom, hogy az örök életre az igény megvan. De a hozzávezető út, az a vétel. Vegyétek és egyétek, igyatok ebből. És ugyancsak egy
ukrajnai példát szeretnék hozni, vagy Ukrajnával kapcsolatos példát. Az új emberben olvasom, hogy az örvényi vízi malom az a legrégibb az országban, 960 éves. Első András királyunk korába vezet vissza. Tudjuk, hogy Szent István halála után 8 évvel Andrást hazahívják Kijevből a magyar trónra. És akkor jön Bölcs Jaroszláv lányával az oldalán, Anasztázia királynővel Magyarországra. Miután is stabilizálódik a helyzet, 1046 után 55-ben gondol a jövőre, az örök életére is, és Tihanyba apátságot alapít. Temetkezési helyéül, és miután elkészül a templom, 55-ben akkor behívja Kijevből a bazilita szerzeteseket, a görög szerzeteseket. A helyük az óvári barlangkolostor, 4 cellasorból állt, a 14. század közepén beomlott, olvasom, és akkor tűnhettek el onnan a baziliták. És gazdagon ellátja ezeket a szerzeteseket, malommal is, mert benne van az alapító levélben az örvényi malom. Természetesen búzaföldekkel, szőlőkkel, hogy alapanyaga legyen az eukarisztiának, Krisztus testének és vérének, hogy táplálója legyen földi életünknek, mert erre is igényünk van, meg az örök életünknek is. Most a kenyeret, amikor megáldom, akkor ezeknek a bazilita szerzeteseknek az imájával fogom jelenbe hozom, mert a görög szerzetesben most is ezzel áldjuk meg nagy ünnepek előtt a kis öt kenyeret, és a szentmise alatt részekre vágva szétosztjuk a hívek között. Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad és 5000 embert megelégítettél, magad Urunk, áld meg ezen kenyeret, sokasítsd meg azt az egész világon, és az azokból ízlelő híveket szenteld meg, mert te vagy minden megszentelés és áldás forrása, Krisztus Istenünk, s téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké.
légy az én eledelem, hogy örök életem legyen. Jézus, te teljesen átformálsz engem. Jézus, te teljesen átalakítasz. Eledelül adod magad nekem, hogy én éljek. Szívedben már ragyogjon tovább, szúk szét!
választott edényed, a postolod és a bölcse van. Ő volt a ma Biblia és sáfár, kiret le jó népben általáltál. Midől megvirat, napunk hajnala, szúg szél, szent vihar, Szent István királyról szól a dal. Szúg szél, szent vihar, kedves minnyájukat. Nagyon sok gyönyörű beszéd hangzott most el, prédikáció, áldás, ezért én nagyon-nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani önöknek, hogy az ünnepi műsorunk önmagáért beszél, a szöveg, az énekek szövege, és elhangzik benne már ebben a Szent István himnuszban is, amit az imént hallottak. Minden, ami Szent István ünnepével, a kenyérrel, a Szent Koronával, törvényekkel kapcsolatos, és nem is szaporítanám tovább a szót, hanem majd a későbbiekben mondanék még egy-két mondatot a mi műsorunkról. Tehát fogadják szeretettel ezután a viharos kezdés után az ünnepi műsorunk következő részét. Kegyelmez nékünk, Krisztus, kegyelmez.
titkoltan a Páteroktól tanultuk. Ők a Kárpátiától, de mi első kézből tőlük tudjuk. Ugye a Lipcsák Katya frontember, ha gondolom mindenki tudja, ez természetes, ha hallották már őket a Páterokban, lehet, hogy itt is voltak már Sajóvágonyban. És ez az egy az Isten, egy a nemzet, nagyon idevágó dal. És szeretném megkérni atyát természetesen, akár ide ki is jöhetne hozzánk, van még egy szabad mikrofonunk. És a Dananában mindenkit, hogy csak elkezd. Most is férfi hanggal tegyük eskert, úgyhogy már is van. Jaj, nem volt ugyan. És annyi, hogy a refrén közt várunk kettő negyedet. Mert nem próbáltunk. Jó. És akkor kezdhetjük is. Oh,
Sorban bemutatnám a tagokat. Soltész Olivia, Balszíne, Leskó Fruzsina, Firtkó Henrietta, Soltész Orsolya, Dezső Csaba, és akik már jönnek is ki, de világgyorsan, mert kezdjük az ünnepi rész utáni második felét a koncertünknek, amiben a Vándorok Juniorok két tagját is elhoztuk. Baloldal Rácz Pálma, alias Muzika, 8 évével, és mellett a 9 éves Bonnell Luca. 10 bocsánat kiavította, tehát már nagy. Úgyhogy kérem, hallgassák szeretettel ezt a második félidőt, amit újjáítottunk össze, hogy kapcsolódjon ugyan az ünnephez, de egy kicsit átgondolva az életutunkat, azt, hogy ugye mi csak vándorok vagyunk itt a Földön, ez a himnuszunk, és ez az, ami azt hiszem mindenkire igaz, hogy mindannyian elindulunk valahonnan, megszületünk, be kell járnunk egy életutat,
És ezen az úton nagyon sok mindenre szükségünk van. Nagyon sok szeretetre, kegyelemre, áldásra természetesen, sok megbocsátásra. És ahhoz, hogy elérjünk a célba, amit a múltkor megkérdeztem a gyerekektől, hogy szerintük mi, hogy hova utaznának, ugye vándorok vagyunk, mi lenne az az ország, ahova legszívesebben eljutnának, és gond nélkül rávágták, hogy a mennyország. Tehát én minden másra gondoltam így hirtelen nyilván, a szép mediterrán, bár most itt is meleg van, de szóval nekik a mennyország, és valahol ezt szeretnénk előrevetíteni, átadni, kicsit átgondolni, hogy tulajdonképpen mi is a mi úti célunk, a vándorlásunk értelme. Tehát ez a mennyország, és István király abban adott erre példát, hogy bátornak kell lenni. És ki a bátor? Nem az, aki nem fél, mert mindenki fél, hanem aki tud uralkodni ezen a félelmén, és tudja kezelni. És aki rá tudja magát Istenre bízni, aki a feladatait úgy tudja végezni, mint ő, hogy Máriának ajánlja az országot, és amikor már nem tud mit kezdeni, amikor már törvények kevesek, akkor rábízza az életét, a hátralévő gondjait. Úgyhogy ezen gondolatokkal is többet nem fogok beszélni, kezdjük a picúrokkal. Kicsi vagyok én, nincs semmi lehet, kicsi vagyok én, nincs semmi lehet, semmi baj nem lehet, mert engem Jézus szeret. Kicsi vagyok én, nincs semmi lehet,
térdet hajtok, térdet hajtok, a király előtt, a király előtt, mert az életem, mert az életem, úr minden fölött, mindenem fölött, bátran nézek, bátran nézek, trónod felé, trónod felé, benned bízom, benned bízom, te adsz reményt, csak te adsz reményt, hozzád szálljon minden álom, hozzád.
Yeah.
mutasd, hogy van még remény. Légy a jel, mert nem rejtőzik el, a ezred végig oly fénykább. Tudod, jel vagy, mert a földön hegyeit ülvár, tudod, másé lesz, amely ma rejtőző csukát. Hív a szent élet, boldog új élet, vár egy gyönyörű világban az atyai házban fel. Jel vagy, mert a földön hegyeit a szent élet, boldog új élet, vár egy gyönyörű világban az
és megnyugszik a kétked is, hol felhangzik a szó, halleluja. Thank you.
Akkor még én szólnék egyetlen egy gondolatot. Itt vagyunk ebben a gyönyörű templomban, és hálásak vagyunk érte, és hát jó szomszédi viszony, hallottuk, hogy megújul ez a szép templom. Nagy tiszteletű asszony, nagy tiszteletű presbitérium, a Sajó Bábonyi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének döntése alapján szeretnénk ezen a szép ünnepen egy szerény összeggel mi is hozzájárulni a református templom megszépüléséhez, első megújulásához, padoknak és egyebeknek, bár lassan már készen van, úgy látszik, de talán van még teendő. Úgyhogy ezen a szép ünnepen, Szent István királyunk ünnepén, amikor mindannyian arról beszélünk, hogy mi egy vérből valók vagyunk, szeretnénk ezzel a csekéséggel mi is hozzájárulni a templom épüléséhez, szépüléséhez. Kérem, fogadja szeretettel egy házközségünk adományát. Nagyon szépen megköszönöm a gyülekezetünk a presbitérium nevében, hogy már olyan sokan adakoztak a templomunk felépüléséhez, renoválásához, hiszen amikor elindultunk, azzal a hittel indultunk el, hogy vannak jókedvű adakozók, vannak szeretetteljes emberek itt Sajó Bábonyban, akik szívügyüknek tartják azt, hogy ez a templom újra az ékessége lehessen Sajó Bábonynak, nem csak a reformátusoknak, hanem mindenkinek, aki úgy érzi, hogy Sajó Bábonyban él, és Sajó Bábonyhoz tartozik. Én tényleg meghatottan vagyok itt most is. Jó Isten áldja meg a Római Katolikus Egyháznak is a munkáját és szolgálatát itt közöttünk is. Hiszük, hogy amikor az egyetemes imahetünk is lesz következő esztendőben, már a további padok is elkészülnek. Köszönöm szépen! És mindenkinek további szép ünneplést kívánok. És nagyon szépen megköszönöm Árnyalok énekegyüttesnek, hogy ezen a mai délutánon felemelő érzéssel együtt tudtunk ünnepelni, hiszen nagy kincs az ének, nagy kincs a hang, és azt, hogy a Jóisten áldására, szolgálatára használják fel, ez még nagyobb öröm a számunkra, és hogy éppen most augusztus 20-án együtt lehettünk. A Jóistennek köszönjük szépen, és mindenkinek.